Sziasztok, Ádám vagyok, a tekettő.hu-t nézitek, és az új Samsung Galaxy A3 2016-os okostelefon kiadáson fogjuk megnézni, hogy hogyan teljesít a hardware az AnTuTu benchmark tesztben. Nézzük meg előbb a specifikációt. Android 5.1.1 Lollipopot kapunk, 4 magos processzorunk van, Mali T720-szal, illetve HD felbontásra váltott a készülék. 1,5 GB rendszer memóriánk van, ebből pillanatnyilag 528 MB-ot lát a rendszer szabadon. A 16 GB háttértárból pedig nagyjából 10,5 GB, ami szabadon hozzáférhető, ez microSD kártyával bővíthető egyébként. Nézzük meg a processzort. Maga a Samsung az nem jelölte meg hivatalosan, hogy milyen típusú processzor van a készülékben. Annyit láthatunk biztos, hogy 4 darab Cortex A53-as mag van benne, 64 bites, illetve 1500 MHz-es órajelen ketyeg ez a processzor. Igazából az AIDA 64 program érdekes módon azt jelzi, hogy az Exynos 7 Octa chipnek a 7580-as kiadása van benne, viszont ez egy 8 magos, szóval igazából még mindig kérdéses, hogy pontosan milyen processzorunk van. Nem kizárt az, hogy egy 8 magos processzor van a készülékben, letiltott 4 maggal. A Mali T720-as grafikus gyorsítót kapjuk, ez hajtja meg a HD felbontású, azaz 720x1280 pixeles 4,7 hüvelykes kijelzőt. Super AMOLED panelre épül, illetve ha megnézzük az érintő panel tesztet, akkor azt látjuk, hogy 5 újat képes maximum érzékelni az érintő panel. Kamerából a hátlapra 12,8 megapixeles került, az előlapra 5 megapixeles szenzor, a beépített akkumulátor 2300 mAh kapacitással rendelkezik, van GPS és NFC egyaránt, Wi-Fi modulunk, illetve elég sok szenzor került bele a középkategóriás készülékbe, például többek között lépésszámláló szenzor is. Futassuk le a tesztet, hogy kiderüljön, mit is tud a Galaxy A3 2016-os verziója. Mint ismert, a 2015-ös verzióhoz, az első generációhoz képest az új 2016-os modell elég sok mindenben fejlődött. Egyrészt ez már nem teljes fémházas, hanem fémkeretes üveghátlappal hasonlóan, mint a Samsung Galaxy S6 esetében. A kijelző 4,5x-ról 4,7x-ra váltott, illetve a Super AMOLED panelnél magasabb felbontás mutatkozik, hiszen QHD, azaz 540x960 pixel helyett immáron HD, azaz 720x1280 pixel érhető el. A korábbi modellben a Qualcomm Snapdragon 410-es processzor került, ehhez képest előrelépést mutat ez az Exynos 7580, ha tényleg ez van benne, 4 maggal, 1,5 GHz órajellel. Az Adreno 406-os grafikus gyorsító helyett Mali T720 van, ez nem biztos, hogy előrelépés, tehát ez a Mali T720-as ez nem nevezhető egy kiemelten erőteljes grafikus magnak, ezért látszott is egyébként az előbb a renderelés során, hogy nem volt teljesen folyamatos az animáció. Mindenképpen pozitívum az, hogy immáron 1,5 GB rendszer memória került a készülékbe, ahogyan a 16 GB is jó, főleg úgy, hogy microSD kártyával bővíthető. Jobb kamerákat is kapunk, hiszen immáron 5 és 13 megapixeles kamerák vannak, a hátlapi kamera ugyanúgy rendelkezik vakuval, mint ahogy a korábbi verziónál. Itt egyébként láthatjuk, hogy HD-ben az AnTuTu-nál azért nem olyan acélos igazából a renderelés sebessége, tehát a grafikus mag nem nevezhető kiemelten erősnek. Ezen kívül hozzá kell tenni, hogy a készülék jobban hasonlít igazából a Galaxy S6-ra, mint mondjuk a Galaxy A3-ra a tavalyi évről. Tehát itt igazából a prémium sorozatához próbálja még jobban igazítani külsőben a Samsung ezt a készüléket. Továbbra is van 4G LTE támogatás, azaz a leggyorsabb mobil internet hálózatokat is tudjuk használni megfelelő mobil előfizetéssel. A prémium érzetet növeli az előlap kijelző üvegének lekerekített kiadása, amit kapunk, tehát itt
oldalt egy pici ívet kapott. Mondhatni hasonlóan, mint mondjuk az iPhone 6, hogyha nagyobb modellekhez akarjuk hasonlítani. Micro USB került rá, tehát nem kapta meg a készülék az új USB-C csatlakozást, illetve egyelőre csak Android 5.1.1 Lollipop fut a készüléken. Viszont nem kizárt az, hogy esetleg a Galaxy A3 2016 egy kicsit később megkapja az Android 6.0 Marshmallow kiadást. Erre egyelőre nincs még pontos információ, nem tudni. A Galaxy A3 2016 itt januárban 100 000 forintos áron jelent meg. Az elsőre picit magasnak tűnik, de igazából, hogyha megnézzük, egy évvel ezelőtt az első generációs Galaxy A3 is ugyanennyibe került, illetve jelen pillanatban a Galaxy A3 olyan 75-80 000 forintba kerül, ezzel szemben 20-25 ezer forinttal drágább az egy éve későbbi kiadás, amely több memóriát tartalmaz, nagyobb, jobb felbontással rendelkező kijelzővel van ellátva, jobb felbontású kamerákat kapott, illetve megújult dizájnnal is rendelkezik. Úgyhogy igazából több szempontból is előnyére változott a Samsung Galaxy A3. Nyilván nagyjából egy év múlva, 2017-ben még mindig piacon lesz ez a készülék, akkor pedig már olcsóbb is lehet. És ide önmagában elmondható, hogy a Samsung jó irányban folytatja a Galaxy A sorozatot. Az A3 2016 egy prémium hatást keltő középkategóriás készülék. Tehát tényleg rendkívül szép, illetve rendkívül tetszetős. Nyilván egyébként ez a design, ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, ugye ez egy szubjektív dolog, de igazából mindenképpen pozitívum szerintem ez a készülék. Nyilván még egy kis árkonszolidációt azért el tud majd viselni, de nekem már így kezdetben tetszik. Sajnos az új Galaxy A sorozatból csak a Galaxy A3 az, ami nem kapta meg az új lenyomatolvasót, tehát a főképernyő alján lévő fizikai gombon nincs külön új lenyomatolvasó, még mondjuk a Galaxy A5 2016-on és A7 2016-on ez megtalálható. Ugyanígy mondjuk az Android, a Samsung Pay támogatással is hasonló a helyzet. Úgyhogy igazából nem tudni, hogy miért nem, de nem került bele. Valószínűleg az ár és a pozícionálás lehet ennek az oka. Ha ezek belekerültek volna, főleg az ülenyomotolvasó, az egy elég erős középkategóriás ajánlat lett volna ez a készülék, de így sem rossz egyébként. Mindjárt vége van az Antutu benchmark tesztjének, és láthatjuk majd az eredményét. Itt is van. 35.018 pontunk van. Hogyha megnézzük, akkor ezt láthatjuk, hogy közel harmada mondjuk a Huawei Mate 8-nak, ami a jelenlegi csúcs, de mondjuk a Samsung Galaxy Note 5-höz képest is jelentős az elmaradás, de ugye, ahogy mondtam, ezek csúcsmodellek. Itt, ha lent nézzük, látszik az, hogy igazából középkategóriás készülékek is meg tudják előzni, de ez a lista ez elég szolid, tehát azért itt a hasonló kategóriával sorolt készülékek nem érhetőek el, így nem lehet pontosan összehasonlítani, de összességében nem tűnik rossz felhozatalnak még azért, amit mutat. Ez volt tehát a Samsung Galaxy A3 2016-os okostelefon Antutu benchmark tesztje. Kövessétek továbbra is a Tech2-t. Sziasztok!